mi szeretett volna lenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerettem volna focista lenni. Volt egy ilyen időszak az életemnek, amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor szerettem volna focista lenni. NB1-ben fociztam is. Nem lehetett zavarba hozni György László államtitkárt a vasmegyeri diákok csavaros kérdéseivel, amelyeket a Tanítsunk Magyarországért vállalati mentorprogram keretén belül tettek fel neki a Kölcsei Televízió stúdiójában. A keddi program során a gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy kipróbálhassák magukat szerkesztő, riporteri és műsorvezetői feladatokban. 6 külföldi hallgatóval kezdte meg a Magyar, mint idegen nyelv című kurzusát a Nyíregyházi Egyetem. A Kölcsei Televízió is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért program vállalati mentorprogramjához. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, 7-es, 8-os általános iskolások, a tehetségüknek megfelelően megismerjék a munka lehetőségeket, vagy legalábbis megismerjék azt, hogy az egyes hivatásoknak vagy szakmáknak mi a csinja, binja, mi a rejtelme, és ez csak gyakorlatban, csak üzemi hőfokon, munka közben lehet megismerni. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy nem csak egy gyárba, egy termelőüzembe tudnak ellátogatni a gyerekek, hanem egy ilyen szolgáltató helyre is, mint egy televízió, és be tudnak tekinteni a kulisszák mögé. György László elmondta, a tanulók kérdései maradandó élményt és igazi örömöt jelentettek számára. Valóban, nekem biztos, hogy maradandó élmény lesz az, hogy 4 nyolcadikos általános iskolás kérdezett a saját perspektívájából. Számomra izgalmas volt az ő perspektívájuk, és izgalmas volt az, hogy valahogy úgy meséljek nekik a szakmámról, meg arról, hogy mi szerettem volna lenni, ha nagy leszek, amikor akkora voltam, mint ők, hogy a számukra befogadható legyen. A program sokat jelent a fiataloknak. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településeken túli világ izgalmait és lehetőségeit. Vidéken élő gyermekek számára egy kicsit kitágítsa a világot, beleértve önmaguk megismerését, lehetőségeknek a megismerését, beleértve közösségi alkalmak örömeinek a megtapasztalását. Bár ezek a mentorprogramok jelentik a Tanítsunk Magyarországért központi elemeit, a program további pilléreket is tartalmaz, amelyek bejelentését a közeljövőben tervezik majd.